Hare Krishna! Folytatjuk a Srimad Bhagavatam 4. énekének felolvasását és a 29. vers, 29. fejezet, 61. versénél járunk. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 4. ének 29. fejezet, 61. verse. Sajanam imam ucsrijya svasantam purusho yatha karmatmani ahitam bunkte tadri senetarenava. Az élőlény álmában elhagyja a valódi élő testet. Elméje és intelligenciája működése révén egy másik testben cselekszik, hol istenként, hol kutyaként. E durva test elhagyása után az élőlény kap egy állati, vagy egy félisteni testet, ezen a bolygón vagy egy másikon. Így élvezi az elmúlt életében végrehajtott tettei eredményeit. Magyarázat. Annak ellenére, hogy a boldogtalanság és a boldogság gyökere az elme, az intelligencia és az ego, mégis szükség van egy durva testre, mint az élvezet eszközére. A durva test változhat, de a finom test továbbra is cselekszik. Ha az élőlény nem kap egy másik durva testet, akkor egy finom testben, egy szellem testben kell tovább élnie. Szellemé akkor válik valaki, amikor a finom test az eszközül szolgáló durva test segítsége nélkül cselekszik. Ahogyan ebben a versben áll, Sajanam imam ustrijya svasantam. Lehet, hogy a durva test egy ágyban fekszik és alszik, és lehet, hogy gépezete működik, az élőlény azonban távozhat, elmehet egy álomba, aztán visszatérhet a durva testbe. Amint visszatér, elfeledi az álmát. Ugyanígy, amikor kap egy másik durva testet, a jelenlegit elfelejti. A finom test tehát, az elme, az intelligencia és az ego teremt egy vágyakkal és törekvésekkel teli környezetet, amit az élőlény a finom testben élvez. Az élőlény valójában a finom testben van, annak ellenére, hogy a durva test látszólag cserélődik, és az élőlény különböző bolygókon lakik a durva testben. Finom testben végrehajtott cselekedeteit mind illuzórikusnak nevezik, mert nem állandóak. Felszabadulni annyit jelent, mint kiszabadulni a finom test kötelékei közül. A durva testből való kiszabadulás azt jelenti, hogy a lélek az egyik durva testből a másikba vándorol. Ha az elmét a Krisna tudatra vagy a jóság kötőrejében egy magasabb rendű tudatra neveljük, akkor az élőlény vagy egy felsőbb, mennyei bolygóra, vagy pedig a lelki világba a Vaikuntha bolygókra kerül. Ezért az embernek a tudatát kell megváltoztatnia, mégpedig úgy, hogy a tanítványi láncolaton keresztül tanulmányozza azt a tudást, amit az Istenség legfelsőbb személyisége a Védákban megadott. Ha ebben az életünkben mindig Krisnára gondolunk, s így képezzük a finom testet, akkor a durva test elhagyása után Krisna lókára kerülünk. Ezt az Istenség legfelsőbb személyisége is alátámasztja. Janma karma cha me divyam, evam jo vetti tatvatah. Tyaktva deham punar janma, naitimam etiso Arjuna. Magyarul, ó Arjuna, aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az én örök hajlékomat. Bhagavad Gita 4.9. A durva test cseréje tehát nem túlságosan fontos, a finom test változása viszont igen. A Krisna tudatú mozgalom arra tanítja meg az embereket, hogyan tisztítsák meg a finom testet. Tökéletes példa ezzel kapcsolatban Ambarish Maharaja, aki mindig az Úr Krisna lótusz lábaira rögzítette az elméjét. Sa vai mana Krishna pada ravindayoh. Ebben az életünkben nekünk is ugyanígy mindig Krisna lótuszlábára kell gondolnunk, aki jelen van Archa Vigrahaként, Murti inkarnációként a templomban. Mindig imádnunk kell őt. Ha arra használjuk a szavainkat, hogy az Úr cselekedeteit írjuk le velük, a fülünket pedig arra, hogy halljunk a kedveléseiről, és ha betartjuk a szabályokat, hogy elménket egészséges állapotban tartva fejlődhessünk a Krisna tudatban,
akkor kétségtelenül fel fogunk emelkedni a lelki síkra. Ha így teszünk, halálunk pillanatában az elme, az intelligencia és az ego már nem lesz anyagilag szennyezett. Ott van az élőlény, valamint az elme, az intelligencia és az ego. Ha az elme, az intelligencia és az ego megtisztul, az élőlény valamennyi cselekvő érzékszerve lelkivé válik, s az élőlény elnyeri Sat, Sat, Chit, Ananda formáját. Sat, Chit, Ananda, de ide Sat, Chit, Ananda van írva, úgyhogy úgy olvastam föl, hogy Sat, Chit, Ananda. A legfelsőbb úr mindig Sat, Chit, Ananda formájában van, azonban az élőlény annak ellenére, hogy szerves része az úrnak, beszennyezi az anyag, ha az anyagi gyönyörök reményében arra vágyik, hogy az anyagi világba jöjjön. Hogy hogyan lehet hazatérni vissza Istenhez, azt maga az Úr mondja el a Bhagavad Gita-ban. 9.34 Man mana bhava mad bhakto, mad yaji mam namaskuru, namaskuru, mam eva is yasi, yuktai vam, atmanam mat prajanah, parajanah, parajanah. Gondolj mindig rám, légy a baktám, ajánd hódolatulat nekem, és imádj engem. Ha teljesen elmélyülsz bennem, biztosan eljutsz hozzám. 62. vers. Mama ite manasa yad yad, asav aham iti bruvan, grini yat tat puman radam, karma jena punar bavah. Én ez vagyok, én az vagyok. Ez a kötelességem, ezért ezt kell tennem. Ilyen testi felfogásban cselekszik az élőlény. Ezek csak az elme benyomásai, és mindezek a cselekedetek ideiglenesek, ám az Istenség legfelsőbb személyisége kegyéből az élőlény mégis lehetőséget kap rá, hogy valóra váltsa elméje kitalációit, és így kap egy másik testet. Magyarázat. Amíg az ember a testi felfogásban merül, addig azon a síkon is cselekszik. Ezt nem különösebben nehéz megérteni. Szerte a világon azt látjuk, hogy minden nemzet megpróbálja felülmúlni a többit, és minden ember megpróbálja túlszárnyalni a társait. Mindez a civilizáció fejlődése nevében zajlik. Számtalan tervet szőnek a test kényelme érdekében, se terveket, a durva test elpusztulása után a finom test viszi magával. Az élőlény nem hal meg a durva test pusztulásakor. Noha a világ sok nagy filozófusa és tanítója hiszi, hogy ha a testnek vége, akkor mindennek vége, ez mégsem igaz. Nárada Muni azt mondja ebben a versben, hogy halála után az élőlény magával viszi a terveit, grinniyat, és hogy megvalósíthassa ezeket, kap egy másik testet. Ezt punar bavaknak hívják. Amikor a durva test elpusztul, az elme magával viszi az élőlény terveit, és az Úr kegyéből az élőlény lehetőséget kap rá, hogy következő életében valóra válthassa ezeket. Ezt nevezik a karma törvényének. Ameddig az elme arra kényszerül, hogy a karma törvényének megfelelően működjön, addig az élőlény kénytelen elfogadni egy bizonyos fajta testet a következő életében. A karma azoknak a gyümölcsöző cselekedeteknek az összessége, amelyeket az élőlény hajtott végre a test kényelmét vagy kényelmetlenségét szolgálva. Szemtanúja voltam egyszer, amikor egy ember megtudván, hogy órái meg vannak számlálva, megkérte az orvosát, hosszabbítsa meg az életét 4 évvel, hogy befejezhesse terveit. Ez azt jelenti, hogy halálok közelettével a terveire gondolt. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy teste elpusztulása után az elméből, az intelligenciából és az egóból álló finom test segítségével magával vitte a terveit, és így kapott egy újabb esélyt a legfelsőbb úr, a felső lélek kegyéből, aki mindig a szívben lakozik. Sarvasya chaham hridi sannivishto matta smritir gyanam apohanam cha. A következő életében a felső lélek emlékezteti az élőlényt, aki hozzálát előző életében megkezdett tervei véghez viteléhez. Ezt a Bhagavad Gita egy másik verse is leírja. Ishvara sarva bhutanam hriddeshe arjuna tishtati brahmana brahmayan sarva bhutani yantra rudrani mayaya. Ó Arjuna, a legfelsőbb úr mindenki szívében jelen van, ő irányítja az élőlények vándorútját, akik az anyagi energia szekerén ülnek. Bhagavad Gita 18.61.
Az élőlény az anyagi természettől kapott járművön ül, és a szívében lakozó felső lélek emlékezteti mindenre. Így küzd szerte az univerzumban, hogy valóra váltsa a terveit, miközben azt gondolja, brámana vagyok, ksatria vagyok, amerikai vagyok, indiai vagyok, és így tovább. Minden ilyen megjelölésnek ugyanaz a lényege. Semmivel sem jobb brámanának lenni, mint amerikainak, és semmivel sem jobb amerikainak lenni, mint négernek. Végső soron ezek mind az anyagi természet kötőerői alatt álló testi felfogások. 63. vers. Yadha nu miyate cittam ubha yair indri yehitai evam prag dehajam karma lakshyate citta vrittibhi. Az élőlény elméjének vagy tudatának helyzetét az érzékek kétféle csoportjának, a tudásszerző és a cselekvő érzékszerveknek a cselekedeteiből lehet megérteni. Ugyanígy abból, hogy milyen egy személy elme állapota vagy tudata, láthatjuk, mi volt a helyzete előző életében. Magyarázat. Van egy angol közmondás, amely szerint az arc az elme tükre. Ha valaki mérges, dühhenyomban kiütközik az arcán. Ugyanígy tükröznek más elme állapotokat a durva test cselekedetei is. Úgy is mondhatnánk, hogy a durva test cselekedetei az elme állapotának visszahatásai. Az elme tevékenysége a gondolkodás, az érzés és az akarat. Az elme akaratát a test cselekedetei váltják valóra. A test és az érzékek cselekedeteiből tehát megismerhetjük az elme állapotát. Az elme állapotát az előző testben elkövetett cselekedetek befolyásolják. Amikor az elme kapcsolatba kell egy bizonyos érzékszervel, az azonnal megnyilvánul valamiféleképpen. Valamiképpen. Amikor például az elmében forra düh, a nyelv átkokat szór. Ha a kéz fejezi ki az elme dühét, akkor verekedni kezd, ha pedig a láb, akkor rugdosni. Az elme finom működései sokféleképpen megmutatkozhatnak a különféle érzékszerveken keresztül. Egy Krisna tudatú személy elméje is hasonlóan működik. A nyelv énekli a Hare Krisnát, a Maha mantrát, a kezek a magasba emelkednek az extázistól, a lábak Krisna tudatban táncolnak. Ezeket a tüneteket szaknyelven Ashta Sattvika Vikárának nevezik. A Sattvika Vikára az elme állapotának a jóságban történő megváltozása, néha pedig transzcendentális extázis. 64. vers. Nanubhutam kva cha nena dehenad ristam ashrutam kadachid upalab yeta yadrupam yadrig atmani. Néha hirtelen olyan dolgokat tapasztalunk, amit jelen testünkben sohasem láttunk vagy hallottunk. Néha álmunkban bukkannak fel ezek a dolgok. Magyarázat. Álmunkban néha olyan dolgokat látunk, amiket jelenlegi testünkben sohasem tapasztaltunk. Néha azt hiszük, hogy repülünk az égen, noha sohasem repültünk még. Ez azt jelenti, hogy egyszer egyik előző életünkben, akár mint félisten, akár mint űrhajós, már repültünk az égen. Az elme elraktározza a benyomást, ami váratlanul megnyilvánul. Olyan ez, mint amikor egy forrás fakad a víz mélyén, néha megnyilvánul buborékok formájában a víz felszínén. Néha álmunkban olyan helyekre megyünk, ahol ebben az életünkben még sohasem jártunk, amit még sohasem láttunk. Ez azt bizonyítja, hogy egyik korábbi életünkben már volt tapasztalatunk róla. Az elme elraktározza a benyomást, és az néha megnyilvánul egy álomban vagy egy gondolatban. Egy szóval az elme a tárháza az elmúlt életeink során felgyülemlett gondolatoknak és tapasztalatoknak. Van tehát egy megszakítatlan kapcsolat az életek között. Az elmúlt életek és a jelenlegi között, valamint a jelenlegi és az elkövetkezendő életek között. Ezt az is bizonyítja, hogy néha azt mondják, hogy valaki született költő, született tudós vagy született bakta. Ha Ambarisa Maharajához hasonlóan ebben az életünkben állandóan Krisnára gondolunk, Sa Vai Mana Krishna padara vindayok, akkor egészen biztosan Isten birodalmába kerülünk a halálunk után. De még ha nem is sikerül teljesen Krishna tudatúvá válnunk, következő életünkben folytatódni fog a Krishna tudatunk. Ezt a Bhagavad Gita 6.41 is alátámasztja. Prápya punya kritam lokan, usitva sasvatih
Samach, Suchinam Srimatam Gehe Yoga Brashto Abhijayate. Magyarul, a sikertelen jógi sok-sok évig fogja a jámbor élőlények bolygóin élvezni az életet, majd becsületes emberek családjában, vagy gazdag, előkelő családban fog újra megszületni. Ha szigorúan követjük Krisnán való meditálás elveit, akkor következő életünkben kétségtelenül Krisnalókára, Goloka Vrindávanba kerülünk. 65. vers. Tenasya tad risham rajal lingino deha sambhavan Shradhat svana nubhuto arto namana sprashtum arhati. Kedves királyom! Az élőlény, akit egy finom mentális burok vesz körül, előző teste miatt különféle gondolatokat és elképzeléseket alakít ki. Higgy a szavamnak! Az elme semmit sem találhat ki, amit az előző testben nem tapasztalt. Magyarázat. A Préma Vivarta így ír. Krishna Bahirmukha Hana Boga Vancha Kare Nikata Sta Maya Tare Japatiya Dare. Valójában az istenség legfelsőbb személyisége, Krishna a legfelsőbb élvező. Ha az élőlény utánozni akarja őt, akkor lehetőséget kap arra, hogy kielégítse az anyagi természet fölötti uralkodásra irányuló helytelen vágyát. Ez bukásának kezdete. Amíg anyagi környezetben van, addig az elme, amely a legkülönfélébb anyagi vágyak raktára, finom járműként szolgál számára. Ezek a vágyak különféle testek alakjában öltenek formát. Srila Narada Muni arra kéri a királyt, hogy fogadja el tőle ezt a tényt, hiszen hiteles szaktekintély. A következtetés az, hogy az elme a raktára a múltbeli vágyainknak, és ezek miatt kaptuk a jelenlegi testünket. Amire pedig ebben a jelenlegi testben vágyunk, az egy elkövetkezendő testben fog kifejezésre jutni. A különféle testeknek tehát az elme a forrása. Ha az élőlény megtisztítja az elméjét a Krisna tudattal, akkor a jövőben magától értetődően teljesen Krisna tudatos lelki testet fog kapni. Eredetileg ilyen testtel rendelkezünk, ahogyan az Sri Chaitanya Mahaprabhu is megerősíti. Jivera Isvarupa Haya, Krishnera Anitya Dasa. Eredetileg minden élőlény Krisna örök szolgája. Ha valaki az Úr odaadó szolgálatát végzi, már ebben az életében felszabadult léleknek kell tekinteni. Ezt Srila Rupa Goszvámi is megerősíti. Iha yasya harer dasye, karmana manasa gira, nik hilasvapi avastasu, jivan mukta sa uchyate. Aki testével, elméjével és szavaival az Úr transzcendentális szolgálatába merül, az felszabadultnak kell tekinteni, bármilyen körülmények jellemezzék is az anyagi létben. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.287. A Krisna tudatú mozgalomnak ez az elv az alapja. Meg kell tanítanunk az embereket arra, hogy mindig mélyedjenek el az Úr szolgálatában, hiszen ez a természetes helyzetük. Aki mindig szolgálja az Urat, azt már felszabadultnak kell tekinteni. Ezt a Bhagavad Gita 14.26 is alátámasztja. Mam cha yo, avya bicharina, bhakti yogena sevate, sagunan samatityaitan, brahma bujaya kalpate. Aki a teljes odaadó szolgálatba merül, s nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszeriben túllép az anyagi természet kötőerőin, s így a brahman síkjára emelkedik. A bhakta ezért felette áll az anyagi természet három kötőerejének, sőt még a brámana szinthez képest is transzcendentális. A brámanát beszennyezheti a két alacsonyabb kötőerő, a rajoguna és a tamoguna. Egy tiszta bhakta azonban, aki mentes az elme síkján tapasztalt minden anyagi vágytól, a tapasztalati filozófiai spekulációtól és a gyümölcsöző cselekedetektől, felette áll az anyagi feltételek jelentette kötöttségen, és mindig transzcendentális. 66. vers. Mana eva manusyasya purvarupani shamsati bhavishyatash cha badram te tathaivana bhavishyatah. Ó király, a jó szerencse legyen veled! Az elme az oka annak, hogy az élőlény egy bizonyos fajta testet kap az anyagi természettel való társulásának megfelelően.
Elméjének állapotából megtudhatjuk, mi volt az előző életében, s hogy milyen testet fog kapni a jövőben. Az elme tehát következtetni enged a múlt és az eljövendő testekre. Magyarázat. Az elme az élőlény múltbeli és következő életeinek tükre. Ha valaki az Úr baktája, akkor biztos, hogy az előző életében odaadó szolgálatot végzett. Ha pedig örökké bűnös tetteken jár az elméje, akkor bűnöző volt az előző életében. Az elméből ugyanígy azt is megtudhatjuk, hogy mi fog történni egy következő életben. A Bhagavad Gita-ban 14.18 ez áll. Urdvam gacchanti sattva sta, madhye tishtanti rajasah, jaghanya guna vritish sta, adho gacchanti tamasah. A jóság minőségében élők fokozatosan felfelé a felső bolygók irányába haladnak. Akiket a szenvedély kötőere jellemez, azok a földi bolygókon élnek, a szörnyű tudatlanság rabjai pedig a pokoli világokba zuhannak. Ha valaki a jóság kötőrében van, akkor elméje cselekedetei egy felső bolygó rendszerbe emelik fel, ha pedig mentalitása alantas, következő élete rendkívül szörnyű lesz. Az élőlény múltbeli és következő életeire az elme állapota utal. Nárada Muni ebben a versben jó szerencsével áldja meg a királyt, hogy az ne vágyjon többé semmire, és ne szövegessen terveket az érzékkielégítésre. A király gyümölcsöző szertartásokat végzett abban a reményben, hogy a jövőben jobb élete lesz. Nárada Muni azt akarta tőle, hogy adja fel az elme minden kitalációját. Ahogy már korábban elmagyaráztuk, minden test, a mennyei és a pokoli bolygókon egyaránt, az elme képzelgéseiből jön létre, és az anyagi élet gyötrelmei és örömei csupán az elme síkján léteznek, az elme szekerén Mano Rátha ülnek. Az írások ezért azt mondják, Yashyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunaistatra Samasate Sura Harav Abaktyas Abaktasya Kuto Mahat Guna Mano Ratena Sati Davato Bahi. Aki rendíthetetlen odaadással fordul az istenség személyisége felé, az a félistenek valamennyi jó tulajdonságával rendelkezik. Aki azonban nem baktálja az Úrnak, annak csupán anyagi tulajdonságai vannak, amelyek nem sokat érnek. Ennek az az oka, hogy az ilyen ember az elme síkján lebeg, és így egész biztosan elragadja a csillogó anyagi energia. Bhágavatam 5.18.12. Ha az ember nem válik az Úr baktájává, azaz nem válik teljesen Krisna tudatossá, akkor bizonyos, hogy az elme szintjén lebeg majd, és különféle testekbe fog emelkedni és süllyedni. Az anyagi értékrend szerint jónak ítélt tulajdonságok igazából értéktelenek, mert ezek az úgynevezett jó tulajdonságok nem mentenek ki senkit a születés és halál körforgásából. Arra a következtetésre juthatunk tehát, hogy az embernek mentesnek kell lennie minden elmebeli vágytól. Anya bilasita, sunyam, gyána kármadi, anavritam. Teljesen mentesnek kell lenni az anyagi vágyaktól, a filozófiai spekulációtól és a gyümölcsöző cselekedetektől. Az emberi lény számára az a legjobb, ha kedvezően elfogadja az Úr transzcendentális odaadó szolgálatát. Ez az emberi élet legtökéletesebb szintje. 67. vers. Adristam, asutam, csatra. Kvacin manasi drishyate, yatha tathanumantavyam, deshakala kriyas rayam. Álmunkban néha látunk valamit, amit sohasem tapasztaltunk, és amiről hallomásunk sem volt ebben az életben. Ezek azonban mind olyan esetek, amelyekről máskor, máshol és más körülmények között már egyszer tapasztalatot szereztünk. Magyarázat. Az előző vers elmagyarázta, hogy álmunkban azt látjuk, amit napközben tapasztalunk. Miért álmodunk akkor néha olyasmiről, amiről sohasem hallottunk és amit sohasem láttunk ebben az életünkben? Ez a vers kijelenti, hogy talán ebben az életünkben nem volt még tapasztalatunk ezekről a dolgokról, ám az előzőekben lehetett. Az idő és a körülmények hatására ezek összekapcsolódnak, s így álmunkban olyan csodálatos dolgokat láthatunk, amit azelőtt sohasem tapasztaltunk. Előfordulhat például, hogy egy óceánt látunk egy hegycsúcson, vagy azt látjuk, hogy az óceán kiszállat. Mindez csupán a különböző tapasztalatok keveredése az időben és a térben.
Láthatunk egy aranyhegyet, és ez azért történik, mert egymástól függetlenül láttunk már aranyat is, és hegyet is. Ám álmunkban, illúzióban vagyunk, és így összekapcsoljuk ezeket az egymástól független dolgokat. Emiatt láthatunk aranyhegyeket, vagy fényes nappal csillagokat. Mindezek tehát csak az elme szüleményei, noha más körülmények között már tapasztaltuk őket. Most csupán összekapcsolódtak egy álomban. A következő vers további magyarázatokat ad erről. 68. vers. Sarve ka krama nurodhena mana sindriya gochara ayanti bahusho yanti sarve samanaso jana. Az élőlény elméje tovább létezik a különböző durva testekben, és az élőlény érzékkielégítésre irányuló vágyai szerint különféle gondolatokat jegyez fel. Ezek együttesen, különféle kapcsolatokban jelennek meg az elmében, ezért néha úgy tűnnek elő, mint sohasem látott vagy sohasem hallott dolgok. Magyarázat. Az élőlény kutya testben végzett cselekedeteit át lehet élni egy másik test elméjében. Ezért tűnik úgy, hogy sohasem hallottunk ezekről a cselekedetekről, és sohasem láttuk őket. Az elme megmarad annak ellenére, hogy a test változik. Ebben az életünkben is álmodhatunk néha a gyermekkorunkról. Azok az események most furcsának tűnnek ugyan, mégis tudnunk kell, hogy az elme feljegyezte őket. Ezért látjuk álmunkban. A lélek vándorlását a finom test a különféle anyagi vágyak tárháza okozza. Ha valaki nem merül el teljesen a Krisna tudatban, akkor anyagi vágyai örökké jönnek és mennek. Ez az elme természete, a gondolkodás, az érzés és az akarat. Amíg az elme nem mélyül el meditációjával az Istenség legfelsőbb személyisége, Krisna lótuszláván, addig meg annyi anyagi élvezetre vágyik. Az érzéki képek időrendben vésődnek az elmébe, és egymás után jönnek elő. Az élőlénynek ezért az egyik testből a másikba kell költöznie. Az elme terveket sző az anyagi élvezetre, a durva test pedig eszközül szolgál ezeknek a vágyaknak és terveknek a megvalósításához. Az elme az a szint, ahová minden vágy érkezik, és ahonnan a vágyak eltűnnek. Srila Narottamdas Thakur ezért így énekel. Guru Mukha Padma Vakya Chittete Kariya Aikya Arana Kanha Mane Asa. Narottamdas Thakur mindenkinek azt tanácsolja, hogy ragaszkodjon ahhoz az elfhez, hogy végre kell hajtani a lelki tanítómestere utasításait. Ne vágyjunk semmi másra. Ha valaki szigorúan követi a szabályozó elveket, amelyeket a lelki tanítómester elrendelt, fokozatosan megtanítja az elméjét arra, hogy semmi másra ne vágyjon, mint Krisna szolgálatára. Ez a képzés az élet tökéletessége. 69. vers. Sattvaika niste manasi, Bhagavat Parsva Vartini, Tamas Chandrama Sivedam, Uparaj Javab Ha Sate. Krisna tudat azt jelenti, hogy a bakta állandóan az Istenség legfelsőbb személyiségével van, olyan elme állapotban, amelyben pontosan úgy láthatja a kozmikus megnyilvánulást, ahogyan az Istenség legfelsőbb személyisége látja. Ez nem mindig lehetséges, de éppen úgy nyilvánul meg, mint a Ráhuként ismert sötét bolygó, amely a telihold idején látható. Magyarázat. Az előző vers leírta, hogy az elme szintjén létező vágyak egymás után nyilvánulnak meg. Néha azonban az Istenség legfelsőbb személyisége legfelsőbb akaratából az egész raktár egyszerre válik láthatóvá. A Brahma Samhita 5.54 azt írja, hogy Kármáni Nir Dahati Kintucha Bhakti Bhajam. Amikor valaki teljesen elmélyed a Krisna tudatban, akkor anyagi vágyainak halmaza megfogyatkozik, és vágyai többé nem hoznak gyümölcsöt durva testek formájában. Ehelyett a magunkban hordozott vágyak az Istenség legfelsőbb személyisége kegyéből láthatóvá válnak az elme síkján. Ezzel kapcsolatban a teli hold előtt látható sötétségről a hold fogyatkozásról azt a magyarázatot is adhatjuk, hogy ez egy másik bolygó, a Ráhu. A védikus csillagászat elfogadja a láthatatlan Ráhu bolygó létét. Néha teljes holdfényben a Ráhu bolygó láthatóvá válik, s ilyenkor kiderül, hogy valahol a hold pályájának közelében helyezkedik el.
Lehetséges, hogy a modern holdutazók a Ráhu bolygó miatt nem járnak sikerrel. Egy szóval azok, akik a holdra igyekeznek, valójában ezt a láthatatlan Ráhu bolygót érik el. Valójában nem a holdra jutnak, hanem a Ráhu bolygóra, és miután megérkeztek, visszajönnek. A tárgyra visszatérve elmondhatjuk, hogy az élőlényeknek rendkívül sok és határtalan vágya van az anyagi élvezetre, és mindaddig az egyik durvatestből a másikba kell vándorolnia, amíg a vágyak ki nem merülnek. Egyetlen élőlény sem szabadulhat a születés és halál körforgásából, ha nem kezdi el a Krisna tudatot. Éppen ezért ez a vers egyértelműen kijelenti, Sattvaika Niste, hogy amikor az ember teljesen elmélyed a Krisna tudatban, egy csapásra megszabadul a múltbeli és az eljövendő elmebeli vágyaktól. A legfelsőbb úr kegyéből aztán egyidejűleg minden megnyilvánul az elmében. Ezzel kapcsolatban Visvanath Chakravarti Thakur azt a példát említi, amikor Yashoda mama az egész kozmikus megnyilvánulást megpillantotta az Úr Krisna szájában. Az Úr Krisna kegyéből Yashoda mama az összes univerzumot és bolygót látta Krisna szájában. Hasonló módon az Istenség legfelsőbb személyisége, Krisna kegyéből az, aki Krisna tudatú, egyszerre láthatja össze szunnyadó vágyát és véget vethet minden jövőbeli vándorlásának. Ezt a lehetőséget főként azért kapják a bakták, hogy minden akadály elháruljon az útjukból, és hazatérhessenek vissza Istenhez. Ezzel magyarázatot kapunk arra, miért látunk olyan dolgokat, amiket nem tapasztaltunk ebben az életünkben. Amit látunk, az egy jövőbeli durvatest kifejeződése, vagy az elménk már elraktározta. Mivel azoknak, akik Krisna tudatúak, a jövőben nem kell durvatestbe kerülniük, az elméjükbe vésődött vágyaik álmukban válnak valóra. Ezért néha olyan dolgokról álmodunk, amiket sohasem tapasztaltunk ebben az életünkben. 70. vers. Naham mameti bávó ayam puruse vyavad hyate yavad buddhi mano aksharta guna vyuho ha anadin man. Amíg az intelligenciából, az elméből, az érzékekből, az érzéktárgyakból és az anyagi kötőerők visszahatásaiból álló finom test létezik, addig a hamis azonosítás tudata és a hozzá kapcsolódó tárgy, a durva test is létezik. Magyarázat. Az elméből, az intelligenciából és az egóból felépülő finom test vágyai egy anyagi elemekből, földből, vízből, tűzből, levegőből és éterből álló durva test nélkül nem teljesülhetnek. Ha a durva test megnyilvánulatlan, akkor az élőlény nem tud ténylegesen cselekedni az anyagi természet kötőerőiben. Ez a vers világosan elmagyarázza, hogy az elme és az intelligencia finom működése az élőlény finom testének szenvedései és élvezetei miatt folytatódnak. Az anyagi azonosítás tudata, úgy mint én és enyém, még mindig létezik, mert ez a tudat időtlen idők óta fennáll. Amikor az élőlény Krisna tudatot megértve eljut a lelki világba, a durva és finom test tettei és azok visszahatásai többé nem háborgatják a lelket. 71. vers. Subti murcsopata pesu pranayana vighatata nehate aham iti gyanam mityu prajva rajor api. Amikor az élőlény mély álomba merül vagy elájul, vagy amikor egy súlyos veszteség miatt nagy megrázkódtatás éri, a halál pillanatában vagy amikor a test hőmérséklete rendkívül magas, akkor az életlevegő áramlása elakad. Ilyenkor az élőlény elveszi azt a tudást, melynek alapján a testét az önvalójával azonosítja. Magyarázat. Az ostoba emberek tagadják a lélek létét, de tény, hogy amikor alszunk, elfelejtjük az anyagi test azonosságát, amikor pedig felébredünk, elfelejtjük a finom test azonosságát. Amikor tehát álomra hajtjuk a fejünket, megfeledkezünk a durva test cselekedeteiről, és amikor a durva testben cselekszünk, akkor az álombeli cselekedeteinket felejtjük el. Valójában mindkét állapot, az alvás és az ébrenlét is, az illuzórikus energia műve.
Az élőlények igazából sem az álombeli tettekhez, sem az úgynevezett ébrenléti állapot cselekedeteihez nincs köze. Amikor valaki mélyen alszik vagy ájult, megfeledkezik durva testéről. Kloroform vagy más érzéstelenítőszer hatására az élőlény szintén elfelejti a durva testét, és egy műtéti beavatkozás során nem érez fájdalmat vagy örömet. Amikor pedig valakit hirtelen megrázkódtatás ér egy nagy veszteség miatt, szintén elfelejti, hogy a durva testtel azonosította magát. A halál pillanatában, amikor a test hőmérséklete 42 Celsius fokra szökik fel, az élőlény kómába esik és képtelen arra, hogy azonosítsa magát a durva testtel. Ilyen esetekben a testben áramló életlevegő elakad, és az élőlény elfelejti a durva testtel való azonosítását. Nem tudunk a lelki testről, amelyről nincsen tapasztalatunk, ezért nem ismerjük a lelki test cselekedeteit, és tudatlanságunkban az egyik valótlan síkról a másikra ugrálunk. Néha a durva testtel, máskor pedig a finom testtel kapcsolatban cselekszünk. Ha Krisna kegyéből a lelki testünkben cselekszünk, akkor felülemelkedhetünk mind a durva, mind a finom testen. Azaz fokozatosan megtanulhatunk a lelki test szerint cselekedni. A Nárada Páncsarátrában az áll, Hrisikéna Hrisikésa Szévelem Bhaktir Ucsete. Az odaadó szolgálat azt jelenti, hogy a lelki testet és a lelki érzékeket az Úr szolgálatába állítjuk. Amikor ilyen tetteket végzünk, akkor a durva és a finom test cselekedetei és azok visszahatásai megszűnnek. 72. vers. Garbe báje api apa uska yad ekadása vidám tada. Lingam na drisjate juna kuvám csandramá szó jata. Amikor valaki fiatal, a 10 érzék az elmével együtt teljesen megnyilvánul. Az anya méhében vagy gyermekkorban azonban az érzékszervek és az elme befedettek, ahogy a teli holdat takarja el az új hold éjszakájának sötétsége. Magyarázat. Amikor az élőlény az anya méhében van, durva teste, 10 érzékszerve és elméje még nem fejlődött ki. Ilyenkor az érzékek tárgyai nem zavarják. Egy fiatalember álmodhat egy fiatal nőről, mert az érzékei aktívak, ám egy kisfiú nem álmodik fiatal nőkről, mert még fejletlenek az érzékei. Fiatalkorban az érzékek még akkor is aktívak, amikor az ember álmodik, és annak ellenére, hogy nincs egyetlen fiatal nő sem jelen, az érzékek működhetnek és éjszakai magömlés történhet. A finom és durva testek cselekedetei a körülmények fejlettségétől függenek. A hold példája nagyon szemléletes. Az új hold éjszakáján is jelen van a fénylő teli hold, de a körülmények miatt úgy tűnik, mintha nem lenne ott. Az élőlény érzékei szintén megvannak, de csak akkor válnak aktívvá, amikor a durva és a finom test kifejlődött. Ha a durva test érzékei nem fejlettek, nem hatnak a finom testre. Hasonlóan, ha a finom testből hiányoznak a vágyak, akkor a durva test nem fejlődik. 73. vers. Arte hi avidyamane api Samsritir na nivartate dhyayato visayan asya svapne anartagamo yatha. Amikor az élőlény álmodik, az érzéktárgyak nincsenek ténylegesen jelen. Mivel azonban már kapcsolatba került az érzéktárgyakkal, azok megnyilvánulnak. A fejletlen érzékekkel rendelkező élőlény anyagi léte sem szűnik meg, noha nincs igazából kapcsolatban az érzéktárgyakkal. Magyarázat. Azt szokták mondani, hogy a gyerekek ártatlanok, ezért teljesen tiszták. Valójában ez nem így van. A gyümölcsöző cselekedeteknek a finom testben elraktározott hatásai három párhuzamos szinten nyilvánulnak meg. Az egyiket bídzsának, gyökérnek nevezik, a másikat kutasztának, vágynak, a harmadikat pedig palon mukkának, beérés előtt állónak nevezik. A megnyilvánult szintet prárabdának már működőnek hívják. Tehát a megnyilvánult szintet prárabdának már működőnek hívják. Tudatos vagy öntudatlan állapotban a finom vagy durva test cselekedetei talán nem nyilvánulnak meg, de ezt a szintet nem lehet felszabadult állapotnak nevezni. Lehet, hogy egy gyerek ártatlan, de ez még nem jelenti azt, hogy felszabadult lélek. Minden raktáron van, és kellő időben megnyilvánul. Az érzékek élvezetének tárgyai még akkor is hathatnak ránk, ha bizonyos megnyilvánulások hiányoznak a finom testből.
Említettük az éjszakai magömlés példáját, amikor a fizikai érzékek a fizikai tárgyak hiányában is működnek. Lehet, hogy az anyagi természet három kötőereje nem nyilvánul meg a finom testben, de a három kötőerő okozta szennyeződés konzervált állapotban ott marad és idővel megnyilvánul. Az élőlény akkor sem szabadul meg az anyagi feltételektől, ha a finom és a durva testek visszahatásai nem nyilvánulnak meg. Ezért tévedés azt állítani, hogy egy gyerek ugyanolyan, mint egy felszabadult lélek. 74. vers. Évam páncsa vitham lingam, tri vrit sodasa vrist ritam, ésa csétanája juktó dzsiva iti avidi jate. Az öt érzéktárgy, az öt érzékszerv, az öt tudásszerző érzék és az elme képezik a 16 anyagi kiterjedést. Ezek egységet alkotnak az élőlénnyel és az anyagi természet három kötőerének hatása alatt állnak. Eképpen kell megértenünk a feltételekhez kötött lélek létét. Magyarázat. Az Úr Krisna azt mondja a Bhagavad Gita-ban 15.7. Mama ivam so jiva loke, jiva buta sanatanah, mana sastanindriyani, prakriti stani karsati. Magyarul, az élőlények ebben a feltételekhez kötött világban örökkévaló parányi részeim. Feltételekhez kötött létük miatt küzdelmes harcot vívnak a hat érzékszervvel, melyhez az elme is hozzátartozik. Ez a vers azt is leírja, hogy az élőlény kapcsolatba kerül a 16 anyagi elemmel és az anyagi természet három kötőerének hatása alatt áll. Az élőlény és az elemek együttese képezi a jiva bhutát, az anyagi természetben küzdelmes harcot vívó feltételekhez kötött lelket. A teljes anyagi létet először az anyagi természet három kötőereje lendíti működésbe, és ezek lesznek az élőlény életkörülményei. Így fejlődik ki a finom és a durva test, melynek összetevői a föld, a víz, a tűz, a levegő, az éter, stb. Sri Madhvácsárja azt mondta, hogy amikor a tudatot, az élőlény szívben lévő életerejét az anyagi természet három kötőereje ösztönzi, akkor megnyilvánulhat az élőlény finom teste, amely az elméből, az érzéktárgyakból, az öt tudásszerző érzékből és az anyagi feltételek közötti cselekvésre szolgáló öt érzékszervből áll. 75. vers. Anéna purusó déhán upadatte vimunchati. Hársám, sókám, bajám, dukham, szukham, csaléna, vindati. A finom testben végbe menő folyamatok révén fejleszti ki és hagyja el az élőlény a durva testeket. Ezt nevezik lélekvándorlásnak. Így a lélek az úgynevezett élvezet, bánkódás, félelem, boldogság és boldogtalanság különféle formáinak lesz részese. Magyarázat. Ebből a leírásból világosan megérthetjük, hogy az élőlény eredetileg tiszta lelki létében ugyanolyan volt, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. Amikor azonban az elmét beszennyezik az anyagi világbeli érzékkielégítésre irányuló vágyak, az élőlény anyagi feltételek közé kerül, ahogyan ez a vers leírja. Így kezdi meg anyagi létét, ami azt jelenti, hogy egyik testből a másikba vándorol, és egyre jobban belebonyolódik az anyagi létbe. A Krisna tudat folyamat, amelynek során az ember mindig Krisnára gondol, az a transzcendentális folyamat, aminek a segítségével az élőlény visszatérhet eredeti lelki létébe. Az odaadó szolgálat azt jelenti, hogy mindig Krisnára gondolunk. Man mana bhava mad bhakto, mad yaji mam namaskuru, mam eva is yasi satyam te, pratijane prio asime. Gondolj mindig rám, légy az én hívem, imádj engem és ajánlj tiszteletedet előttem, s így kétségtelenül el fogsz jutni hozzám. Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy. Bhagavad Gita 18.65. Mindig az Úr odaadó szolgálatát kell végeznünk. Az Archana Marga azt tanácsolja, hogy imádjuk a templomi Murtit, és állandóan ajánljuk hódolatunkat a lelki tanítómesternek és a Murtinak. Ezek a folyamatok azok számára ajánlatosak, akik valóban ki akarnak szabadulni az anyagi rabságból. A modern pszichológusok hiába tanulmányozzák az elme cselekedeteit, a gondolkodást, az érzést és az akaratot. Képtelenek a dolgok mélyére hatolni, mert nem rendelkeznek tudással, és nincsenek kapcsolatban egy felszabadult ácsárjával.
A Bhagavad Gita 4.2 a következőket írja. Évam parampara praptam imam rajar shayo vidu sakale neha mahata yogo nashta parantapa. E legfelsőbb tudomány így módon a tanítványi láncolaton keresztül szállt alá, s a szent királyok így értették meg azt. Idővel azonban megszakadt a lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány elveszettnek. A modern kor emberei, akik az úgynevezett pszichológusok és filozófusok irányítása alatt állnak, nem ismerhetik meg a finomtest cselekedeteit, és így nem értik, mit jelent a lélekvándorlás. Ezekben a témákban el kell fogadnunk a Bhagavad Gita hiteles kijelentéseit. Bhagavad Gita 2.13. Dehino ismin yatha dehe, kaumaram yauvanam jara, tatha dehantara praptir, díras tatrana mujati. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Amíg az egész emberi társadalom nem érti a Bhagavad Gita-nak ezt a fontos versét, addig a civilizáció, a tudatlanság, nem pedig a tudás útján halad előre. Hát, én úgy látom, hogy ezt nem fogjuk tudni befejezni egy órán belül. Úgyhogy akkor ez most egy 3-4 órás rész. És akkor az utolsó rész pedig hamarosan fel fogom olvasni a 76. verstől kezdődően. Úgyhogy akkor egyelőre itt most abba hagyjuk, és a 76. verssel fogom folytatni a következő részben. Srimad Bhagavatam ki jaj, Srila Prabhupád ki jaj, Jainitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol. Góra Bhakta Vrinda ki jaj. Köszönöm, hogy meghallgattál. Hare Krishna. Hari Hari Bol.